Most nagyon jó helyre kattintottál, mert megismerheted a Mátrai Diszkoszt és a Parázsban, Verem kemencében sütés rejtelmeit, praktikáit. Ezen kívül szemtanúja lehetsz egy nem mindennapi, borzalmasan finom étel elkészítésének is. Mindezt persze az erdőn, jó bozott mives társaságban abszolváltuk. Egy rendes, normális buskrafter a buskraft után fogja magát és rendesen eltisztítja a kis diszkoszát, elmossa, kikeni zsírral, vagy olajjal, kiégeti, és így rakja el. Igen ám, de a legutóbbi buskrafton én ezt nem csináltam. Most nagyjából egy hónap után előszedtem, és a beleégett cuccot, hát a legegyszerűbb módszerrel tudjuk kiszedni, kiégetjük, gyújtottunk egy tisztességes tüzet. Az alsó diszkosz, az 12 személyes, a felső az 4 személyes. És a derékbozott művesek neki is láttak a hozzávalók előkészítéséhez, de dobtam egy hátast, mikor megláttam, mivel pucolják a krumplit. Egy igen érdekes ételt próbálunk elkészíteni. Mátrai sütött diszkoszban sütünk borzot, de nem akárhoz. Ez nem kifejezetten bozott műves étel, mert otthon a római tálban szintén el lehet készíteni, és annyi a különbség, hogy ott azért kicsit ellenőrizettebb körülmények között lehet játszani a zsíradékkal, a hővel, meg egyáltalán az összetevőkkel. Ettől függetlenül kihoztuk a hozzávalókat, mindent, amit úgy gondoltam, hogy most így összesütnénk. Kell hozzá ugye lepácolt borszcomb. Ez valódi borszcomb, vadászok, és kicsit belett pácolva, pácfűszerekkel. Lesz benne, ugye szalonna alapon zsír, vastagon bezsíroztam a sütődiszkoszt, szalonna alapon lesz megsütve. Nem véletlen ez a rengeteg zsír benne, amúgy ez libazsír, mivel a kemenc alajban sütni fogjuk, azt nem nagyon lehet kontrollálni magát a hőt, és inkább a zsírban tocsogjon alulról majd, hogy nem konfitálódjon a hús, mint az, hogy megégjen. Kerül bele csicsóka, vöröshagyma, paradicsom, padlizsán, egy kis kápia paprika és sima, egyszerű burgonya. You've been thunderstruck. Fűszerekkel, szalonnával össze fogjuk sütni, és akkor a tetejére, erre a lecsós, burgonyás ragunak a tetejére a legvégén egy kis brinzát fogok szórni, és az egészet összesütöm. Hát, csináltam már ilyet, valami elképesztő ízvilágot lehet tapasztalni. Ja, rakunk bele egy kis gombát is. Megkapoltam az alját szalonnával, és mivel hogy vathúsról van szó, borszhúsról van szó, így egy kicsit elő szeretném sütni, elő szeretném párolni, mert nyilván nem egy a sütési ideje a burgonyának, mint a húsnak, tehát belerakom a diszkosz aljába bepácolt két gyönyörű szép borszombot, összecsuk. Hopp! És már viszem is a kemencét. Veremben sülő finomság elkészültét várni éhesen az erdőn kegyetlenül nehéz feladat, csak azoknak mondom, akik irigykednének szájukban összefutó nyállal, hogy mi milyen jót kajáltunk a Bolnoka erdejében. Életem első borszkóstolása következik. Na, erre kíváncsi vagyok. Nagyon szépen megvan sülve. Felszúrom a turista magazinban becsomagolt villábra. Ez teljesen jól átsült. Ugye? Gyönyörű puha hús. Na.
finom. Kiszerezés és minden. Olyan akkor sertés magadba. És marha között. Olyan, mintha valami piát raktatok volna rá, olyan illata van. Komolyan, nem? Nem, 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 sem, sem az a leheletem volt.